a Szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület fontos feladatának tekinti, hogy felkeltse a fiatal művészek érdeklődését Lányi szerzeményei iránt. Lányi valamikor nagyon népszerű volt az első világháború előtti Magyarországon. A két háború között nálunk szinte eltűnt a koncerttermekből, azért mert hát ő erősen magyar volt, és nagyon sok kifejezetten magyar tartalmú szerzeménye is van. A háború után pedig elfeledték. Úgyhogy 56-tól 2006-ig Vajdaságban összesen 7 Lányi művet játszott. Az Iparos Művelődési Egyesület már régóta tervezett egy kerti hangversenyt, de úgy érezték, névadójuk születésének 150. évfordulója a legjobb alkalom erre. Hála a jó Istennek, hogy összejött, és én úgy érzem, hogy ez a ma este ez igazi Lányi ünnep lesz. Az esten fiatal szabadkai művészek léptek fel, a rendezvényen Lányi sarolta verseit is hallhatta a közönség. A zenés estet a vajdasági magyar ünnepi játékok részeként tartották meg.